Kurva cömpögrös úristen leút! Nagyba, de. Először is nagyba megmutatom, de. Mi van a kezedben, nagy Bartos? Ez is nagy Bartos! Nagy Bartos, de. Ez nem más, mint rúm. Das is rúm, 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 nagyba, de. Ez pedig len, úgy bizony, de. Tök főze, tök, rohadt tök, tök főzelék lófasírtal. De tök főzelék lófasírtal. Marha nagy csöröm hírt kül egyébként bejelentene. Nagyba, sapka gyere egyébként rám, úgy bizony, de. Nagyba kaptam egy bedöglött tévét az egyik szomszédtól, de. Természetesen nem nézése, mivel be van dögülve, hanem megevése. Tehát e tévé nagyba a Bartos gyomorba végzi. Nagyba egyébként elkezdődött a szület dobra, útrász dobra, mit cserül, bizony, de... Nagyba, de... És az egésznek a lényege, hogy nagy örömhírekkel kell egyébként szolgálnom, például csokáért egy szomorú hírrel is, de... Jó kis tök. És jutok jó kis rumot, de rum, mert megérdemlem. De, ma. Jó kis rohadt körte. De. Na, jutok jó kis rumot, de. Örömhírek és szomorú hírek. Na, de. Ők van nagybat kapitalista zárjegy. Meg kell azon nyombálni. Meg van jó kis sör, de. De ez jó kis fehér rum, 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 rum. De. Erre mindig legyen pénz. Piára mindig legyen pénz. Nagyba halad egyébként övtársaim, tavárisaim. Nagyba halad. De. Fidom. Na, darabja. Harminchét egész ötös. Csalkolt tartalom már? Oda baszós batéria, de. Ugyan. Na, most lényeg, de. Így szépen csapránként. És hozzá sör, sör, sör. Tehát, nagyba, máma úgyi, nekiálltam születülni, és akkor nagyba fölolvasom, de, hogy mit írt. Csak egy kis sör. Hol a pöktám? Azt mondja, Csabikám, már nem ő, hanem én mondom egyébként néked, hogy Csabikám, Gép Narancs azt mondja, írta, hogy akkor jössz majd melózni, mert akkor veszek föcskét, meg egy kis bort, tehát föcske, cigit, meg egy kis bort, köszi. És akkor írta tovább, szaridő van, mikor számíthatok a munkádra? Tisztelt Csabi, Druszám, máma születültem, de... Nagyba készül a jó kis Bartos ezer jó bor. De. Nagyba, mutatom. Szomorú hír. Ezt már nagyba bezabálták a darazsak, tehát látni. Ez pedig lenne egy rendes vürt. Tehát, egy rendes fürtnek, tehát egy rendes fürtnek így kell kinézni. Ez egy rendes fürt, borba való fürdá. Ez pedig rendá. Sajnos, van rajta 5-6 szöm.
Ez már rohadt macska szemét utolsó patkány! Kapitalista darazsak befalták. De nem baj, olyan a senge, szomszédasszonynál is voltam, attól is megkaptam nagy balvizét. A szőlejű, tehát gyakorlatilag van szőlő. Nem, még most van egy csigéret, de ez csigéret, ígéret, de, de közben elintek jó kis rumot. Van még egyébként ígéret, de hogy kapok még valahonnan szőlejt, akkor talán egy ilyen 100 liter meg lesz. De is van már darába. De. Ugye, na de meg. Az jó kis matéria. Ügyelem, bögyelem, tönkertet. Ne félj egyébként, tisztelt Csabikám, egyébként fogok menni egyébként nagyba lenyírni a füvelet, ami ahogy megígértem, de tényleg már a szaridő volt, de úgy bizony, úgyhogy már fölösleges lett volna, inkább akkor elmentem nagyba és csináltam a szüretet. De, még nagyba lesz szeptember, stb. Úgyhogy meglészen a, ezt meg csöpügetem nagyba. Szopogatom, mint a kurva, a faszt. Az a csinálják, hogy Tóth Panka is írt, tisztelt Panka, drága húsom egyébként, de ne aggódjál egyébként, jöleszem, csak kriszagoltam, ubudom, de meglétszálják minden, nyugalom, amíg egyébként engemet láttok, addig nincsen baj, addig nem kell szarni, de. Na, mire jó nagy kort, elköszönjék, és folytatódik a másik videó. Mindjárt nem sokára. De, na le. Oda baszó sütős anyag. Na le. Na gyerünk, Bartos, ugye. Ez aztán kihagysa a bélférgeket. Hozzá sör! Még egy jó nagy korty. De. Mennyit akartam, úgyhogy búcsúzok mára, de még lesz egy fölvétel, vodkázgatok, és még akarok egyébként valamit mondani. De. Na még egy kort, jó kis ruhú. Szeretem ezt a jó szilárd tömény italokat.